Bár 6 pontos szolnoki vezetéssel kezdődött a meccs, az első negyed közepén beérte a már biztosan középszakasz győztes olajt a körment. A lendület kitartott, hiszen a 10 perc végén már 9 ponttal 22-13-ra vezettek. A folytatásban sem találta a látogató játékának ellenszerét a Szolnok. A vasi piros-feketék elsősorban Taujó pontjaival tovább növelték előnyüket, ami a 16 pontot is elérte, végül a nagyszünetre 13 pontos forral mehettek. 28-41 volt az állás. A második játék részre nem csak a térfelek, hanem a szerepek is felcserélődtek. Az olaj 12 ponton tartotta a harmadik negyedben a körmendet, és jelentősen csökkentette hátrányát, ami a záró felvonás előtt már csak 3 pont volt. A negyedik 10 percben pedig át is vette a vezetést a Szolnok, de nem maradt le a látogató sem, így a hajrába mindössze 2 pontos előnnyel mehetett a házigazda. Az utolsó percekben viszont a körmendi kezek remegtek meg, ezt pedig kihasználta az olaj, és győzött 67-60-ra. Az első félidőben idegesen játszottunk, nem koncentráltunk eléggé. A szünetben ezen tudtunk változtatni, és a szurkolók segítségével a második félidőben fordítottunk, és sikerült győznünk. Nagyon kemény meccs volt. Az első félidőben még nem találtuk a ritmust, de a térfélcsere után már csapatként játszottunk, és ennek köszönhető a megérdemelt győzelmünk. A Szolnok legközelebb május 9-én Székesfehérváron az Alba Fehérvár ellen lép pályára.